rendhagyó módon most kivételesen bulvár híreket hoztunk, ezeket vitatjuk meg kollégámmal, Gubányi Patrikkal, én Dubóczki vagyok, és a legérdekesebb, számunkra a legérdekesebb csemegéket mazsoláztuk most itt össze a kedves hallgatóknak. Elmondjuk a véleményünket, hogy mi mit is gondolunk ezekről. Így van, én is üdvözlöm a hallgatókat, szia Kriszti. Viszont bízunk benne, hogy elnyegi a tetszéseteket ez a fajta adás. És akkor én is köszöntelek téged, Patrik, és áttérek tegező üzemmódra. Hát igen, mi egymást nem szoktuk magázni, így ö, elég jó kapcsolatban vagyunk, úgyhogy elég érdekesen hangzana, hogyha itt elkezdenénk magázódni, meg nem is lenne életszerű. Három témát hoztunk nektek, amik szerintem egyébként elég érdekesek. Krisztinek ugyan nincs szakála. Hát még jó, örülök. Krisztinek ugyan nincs szakála, viszont Bradley Coopernek annál inkább eléggé felkapta a média azt a hírt, hogy valaki lefotózta Bradley Coopert a gyerekével együtt, meg talán a felesége is ott volt a képen, bár ő annyira nem látszódik. És hát egy elég érdekes szakál kacsintott vissza ránk. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk nektek megmutatni. Hát nem tudom, én ilyet még nem láttam. Igazából azt kell el elképzelni, hogy egy ilyen körszakál féleség, ugye? Körszakál, az állón viszont nincs szőrzet, tehát az álom, álom csak körben van. van. Az álom van, csak uh, itt nincs. Tehát, Tehát a... igazából olyan, mint uh, Berényi Mikinek volt még annak idején a barátok közben, hasonlít rá. Igen. Nagyon hülyén néz ki. Tehát én, én ilyet még nem láttam, mert én is rámentem a képre, elmondom, biztos felkaptak valami valami hülyeséget, megint csak. Aztán igazából tényleg nagyon <laughs> szó szerint mint, hogy egy világszer, igazából így megjeleni az utcán, és nyilván mindenki egyébként csak találgat, hogy Hova, zajlik, hova vagy szerepre? Csak egy egyszerű bevás... Csak egy egyszerű bevásárlás, igazából. Vagy az is lehet, hogy nem, nem tudom. Új divat születik Hollywoodban. Úgyhogy igazából mindenki csak találgat, hogy új film van készülőben, vagy esetleg um, stílusváltásban van a. Igazából, ha már ezt a szót ennyire szeretjük használni, akkor én is ezt használom, és azt mondom, hogy elképzelhető, hogy filmszerepre készül, de az is elképzelhető, hogy életközépi válságba jutott Bradley Cooper már, ha jól tudom, a 40-es évei végét tapossa. Mindj mindj mindjárt kiderítem, felhívom őt, hogy Jó. hány éves. <laughs> Szerintem olyan 47-48. 49 éves. Akkor jól mondtam, igen. Lehet életközépi válság, és szeretne megújulni, vagy valahogy valami figyelemfelhívót magáról sugározni, bár ugye nyilván mindenki ismeri, vagy legalábbis sokan ismerik, ha nem is mindenki, de tudjuk jól azt, hogy ez az életkor a férfiaknál is egy kicsit megrengeti az önbizalmat, meg minden mást. Igen, hát valaki azt írta, hogy ízlés ficam, több komment is érkezett igazából, több médium is lehozta ezt a, ezt a, ezt a képet, írtak hozzá egy pár sort valakit rozsomák karakterére emlékeztet. Tényleg van benne valami, bár az egy kicsit szexibb azért, szexisebb, úgy gondolom, hogy Hugh Jackman azzal a szakállal. Nem tudom, hát én, én hál' Istennek nem, nem látom egy szexisnek. <laughs> ha úgy nem az, az baj lenne. Valaki azt érte, hogy Bre Bradley Cooper már nem is hasonlít Bradley Cooperre. Valaki azt írta, hogy úgy fest, mint akikre nagyon ráférne egy zuhanyzás. Igen, kicsit egyébként ez a, ez a csöves üzemmód. Uh -huh. És egyébként azt figyeltem meg, hogy az ilyen nagy nevek, világsztárok, nagyon el tudják magukat hagyni, ha mondjuk valakit lefotóznak bevásárlás közben, tényleg mackónadrág, drág, a két, a két véglet ugye nagyon kell Igen. hozni a formájukat a filmekben, meg egyébként az eseményekben, otthon pedig akkor jöjjön a macinaci. Igen, csak ez ilyen Illúzió romboló szerintem, hiszen mindenkiben egy kép van, hogy ő milyen lehet, hogy ő egy igazi sztár igazából, ő biztos nem is vécézik, <laughs> nem, de nem ilyenek szoktak a, a fejükben lenni, miközben igazából ugyanolyan emberek, mint mi, és lehet, hogy csak az van igazából, hogy egy kicsit le akar engedni, nem érdekli, hogy mi van rajta, nem érdekli, hogy hogy néz ki, hiszen filmforgatásokon nagyon megcsinálják őket azért. Tehát akkor egy, egy, egy karakter kell eljátszani, de közben ő lehet, hogy nem is ilyen. És néha le kell, hogy, hogy engedjék ezt a manírosságot, és oké, okay, nem érdekel, semmi szól. Aki megszól, az megszól. Lehet depressziós szegény éppen, bár ennek ellent mondani látszik az, hogy ott középen szépen le van borotválva. Tehát nem egy olyan szakáll, ami telibe befedi az arcát, mint annak, aki depressziós, például hogy is hívják az Észventúrának a főszereplőjét. Ő. Tehát neki voltak olyan lesi fotói, amiken úgy nézett ki, mint egy homeless, szó szerint. Igen, és közben amúgy nem is az az van, hogy elhagyta magát, hanem igazából ő ezzel látszik, hogy foglalkozott. Igen. És biztosan ki fog derülni később, hogy ez egy filmszerepkedvéért van-e, vagy kapuzárási pánik, vagy én, én nem tudom. De, de, többen is azt értek, hogy nem annyira vonzó, meg hogy mi a, mi a, fene az az izé az arcán. Tehát akkor elég erősen él az a sztereotípia, hogy Bradley Cooper csak csupa az arccal fogadjuk el. Ami azért elég szomorú, ha belegondolunk, mert nyilván ők is akarnak időnként változtatni a külsejükön, új rendeket, dolgokat kipróbálni, akár így, ahogy mondta talán új trendet, divatot teremteni Hollywoodban is. Igen, egészen elképesztő, tehát én azóta is ezzel a képpel szemezek. Hát nem. <laughs> Vigyázz bele, ne hát nem, Próbálom megszoktatni a szememet ehhez a látványhoz, de, de nem nagyon megy. Na, na, nagyon érdekes, én ilyet még igazából nem is látom, aztán lehet, hogy pár hónapon belül mindenki így fog játkálni. Hát nem tudom, Szerintem biztos ki fog derülni, hogy ennek mi az oka. Én egyébként inkább azt sejtem, hogy itt valami készülőben van. Valóban, szerintem is lehet, hogy ez van a háttérben. A képnézegetéssel meg csak óvatosan tudod, azt mondják, hogy minél többet nézegeted valaki képét, videóját, annál közelebb érzed magadhoz úgy, hogy... Hát igen, igazad van, úgyhogy gyorsan ki is ebből. Oké, okay, igazából ezt csak ilyen érdekességként hoztuk, én azt tanácsom, hogy, hogy, amint meghallgattátok ezt a beszélgetést, mindenképp nézzétek meg. Kíváncsi vagyok, hogy az is lehet, hogy valamelyik hallgatónak esetleg ez tetszik. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan nők, akiknek ez bejön. Én biztos vagyok benne. Neked bejön? Nekem nem, de biztos, hogy van olyan, akinek igen, ugyanis sokszínűek vagyunk nagyon sokfélék, ami tök jó, és ez a jó benne tulajdonképpen abban, hogy emberek vagyunk, hogy min mindenkinek tetszik ez, van akinek tetszik az, van akinek emez. Úgyhogy szerintem van olyan, aki, aki ennek lelkesen tapsol. Én bizonyos keretek között, igen, ja, minden elfogadható. <laughs> Oké. Okay. Kicsit, kicsit, kicsit menjünk haza, <laughs> most így Hollywoodból. Bár ja. tudjuk, hogy a magyarok Hollywoodban is otthon vannak, úgyhogy végül is mégsem vagyunk annyira idegen terepen, ha úgy vesszük. Igen, de, de, most, de most költözünk egy kicsit Budapestre. Nemrégiben tartották a Petőfi zenei diátadót. Ugye a díjazottak között volt Gubik Petra, Freddie, a Magna Cum Laude, és Ákos is, aki egyébként az év koncertje díjat nyerte el. Most irigykedhet az aria. Hát ezt elvukta. Hát igen. Valamit nem jól csinált, lehet, hogy az a, az a pár tucat ember nem volt elég. A, igen, a, a, a puskás arénában háromszor. Nem egyébként, de viccet félretéve. Attól függ szerintem, hogy ki hogy nézi. Ugye Majka megosztotta valamelyik közösségi oldalán, nem emlékszem, szerintem a Facebook oldalán talán, hogy megosztotta ezt a cikket, ugye, hogy Ákos nyerte az év koncertje díjat, és csak annyit írt hozzá, hogy vicc ország. Érdekes. Erre Ákos rögtön reagált is. Igazából hosszú kommentben kifejtette, hogy több évtizedes pálya van mögötte, de hogy ő még egyszer sem kritizált bárkit azért, amiért elnyert valamilyen diat, sőt, inkább gratulált neki nagyon érzékenyen érintette Ákost ezek szerint Igen, akkor. Kicsit csak... az volt az érzésem, hogy próbálta Majkát meggyőzni. Tehát egy, egy ilyen, egy, ilyen, nagyon hosszú kommentben írta le, hogy igenis ő miért érdemelte meg ezt a díjat. Itt igazából ezzel, ezzel biztosan lehet vitatkozni. Hogy megérdemelte, igen, meg egyébként a reakciója is azért furcsa, mert lehet ezt úgy méltósággal viselni a kritikát is, mert nyilván lehet mindenkinek véleménye, és akár Majka is jogosult lehet arra, hogy ezt egy viccnek tartsa, hogy miért, az egy másik dolog, meg az is egy másik dolog, hogy Ákost ez miért érintette ennyire érzékenyen. Talán nem érezte jogosnak? Vagy egy kicsit ő is elgondolkodott azon, hogy miért kapta? É. Én, én egyébként azt gondolom, hogy hogy ő tisztában van magával. tehát Amúgy azt azért nem lehet tőle hogy egy, egy nagyon jó énekes szerintem Ákos, neki is megvan a saját közönsége, és egyébként az sem biztos, hogy mindig azokat kell díjazni, akik így a reflektorfényben vannak, akik a fókuszban. Tehát, hogy most itt, itt beszéltünk az Azariáról, beszélhetünk desről. Nyilván most ők mennek inkább, viszont igen. viszont viszont nem csak ők vannak, tehát annyi nagyon jó zenész él köztünk, hogy nem egy-két emberre, egy-két zenészre kell minden esetben fókuszálni. Azaria megkapja a saját sikerét a, a saját közönségétől. Ákos viszont, hát valljuk be, Azaria is egyébként nem tudom, 21-22 éves. Igen. Ákos azért már letett valamit az asztalra. Neki van egy életpályája. Én azt gondolom, hogy tökre megérdemelte ezt a díjat. Ezzel lehet vitatkozni. Ákos azért nem annyira szerepel annyit a médiában, nem biztos, hogy olyan intenzíven hallunk róla, mint mondjuk az a rienkról, de ez nem ez feltétlenül. Legalábbis mostanában így hozzátenném, mert pont ahogy említetted, hogy 36 éve van a pályán, azért Ákos csinált ezt azt, én szerettem is őt fiatalkoromban a zenéit. Most nem mondok róla a vélemény, nem azért, mert negatív véleményem van, hanem mert nem ismerem konkrétan a mostani jelenlegi számait. De... Hát <laughs> <laughs> ugye itt jön fel a kérdés, hogy akkor miért ő kapta a díjat. Igen, lehet. Hát, hogy sokan és, vannak. Uh, igen, a Tarzanban például nagyon-nagyon énekelt -nagyon a rajzfilmben az nagyon tetszett. És uh, sokan szeretik, ez tény. Sokan tapsolnak, csápolnak neki. Hello, emlékszem még a Hello, Hello című számára, most nem fogok idézni belőle és Na, én Ha, 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 inkább nem, megkímélem a hallgatókat. De telefonálós műsort is csinálunk <laughs> hamarosan. <laughs> Így van, és akkor lehet kérni. És uh, szóval visszatérve, hogy most jogosan kapta vagy nem, Nyilván a bizottságnak megvan a véleménye, megvannak a szempontjai, az értékei, az az értékrend, amit ők ezzel a díjjal díjazni akarnak, aztán ez valakinek vagy tetszik, vagy nem. Hát Majkának annyira nem tetszett. Nem, és, és ez teljesen rendben van. Én azt gondolom, hogy, hogy kár azt gondolni, hogy, vagy kár abban bízni, inkább úgy mondom, hogy, hogy mindenkinek el, fogja, el fogjuk nyerni a tetszését. Ez, ez nem életszerű. Persze, Valaki... széles a paletta. Igen, és, és, itt egyébként ezer egy előadót fel lehetne hozni, hogy aki esetleg jobban megérdemelhette volna a díjat, mint Ákos, de ahogy említettem is, Ákosnak már van egy, van egy életpályája. Igenis kiárt neki egy díj. Általában, vagyis azt olvastam, hogy inkább az a bajuk az embereknek, hogy ők úgy gondolják, hogy a Petőfi zenei díjat általában a kormány közeli emberek kapják meg. De ezt nem, nem feltétlenül gondolom így. Egyébként, még akkor, ha már ez szóba került, akkor hozzá lehet tenni, hogy hiába kormány közeli valaki, vagy akár ellenzéki, vagy bármilyen pártnak a képviselője, a szakmaisága, megkérdőjelezhetetlensége legyen az első szempont, és remélhetőleg itt is az volt az első szempont. Igen, és nem kell rányomni mindenre a politikát. Tehát, hogy Igen. most az, hogy ebben politika döntötte, vagy sem, azt, azt gondolom, hogy, hogy a ne, nem a mi dolgunk igazából eldönteni, meg nem is lehetünk ebben biztosak. Megérdemelt ez szakmailag egyébként? Szakmailag mindenképp az tény, hogy nem tudnék Ákosra olyan rosszakat mondani, hogy most ez egy vicc lenne, hogy ő egy ilyen díjat elnyer, igen, mert igen, igenis nem Ez nem egy reális dolog, amin, amin mondjuk én, 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 fennakadnék. Egyébként meg bármelyik um, kormányellenes, vagy, vagy bármilyen politikai nézetű előadó is megkapja a saját És maga díját. Tegyük... Lehet, hogy arról az oldalról. De én kiemelném, még egyszer mondom, szerintem ez nem egy, egy politikai döntés volt, vagy egy politikai nézet miatt kapsz egy díjat. És akkor már azt is tegyük hozzá, hogy a művészetekben egyébként sem lenne szabad a politikának semmilyen szerepet játszani, a semmilyen művészeti ágban szerintem. Sem a zenében, sem a festészetben, sem a színházban, sem a filmművészetben. Hogy a gyakorlatban ezt mennyire lehet megvalósítani, az már más kérdés, mert nyilván mindenkinek megvan egyfajta egyéni ízlése. Lehet ezen vitatkozni, vagy nem, hogy most ez egy kicsit belejátszott, vagy nem, de Nyilván lehetnek különbségek az elképzelésekben és az ízlésben is, és uh -huh. ennek megfelelően az értékítéletben is. Így van, igen. Hát nem tudom, egyébként azt hozzáteszem, hogy én sem követem annyira Ákosnak a munkáját, azért egy-két számát ismerem, én is gyerekkorom óta már hallok róla. Ne, nem, nem kell ezt tőle elvenni azt gondolom. T -t -t. És, és abban igazat is adok neki, hogy nem kell beleállni a másikba ezért. Nem Majkának a tisztje eldönteni, hogy most ő megérdemelte, vagy sem. Az is tökéletben vagy, szerintem nem. Igen, egyébként lehet véleményt alkotni, véleményt formálni. Így van. A kérdés csak mindig az, hogy mennyire lesz a -e személyeskedés, vagy pedig mennyire tárgyilagos, mennyire tud az ebben tárgyilagos lenni. Nyilván egy Facebook oldalon, egy Facebook kommentben kevésbé. Szerintem Majkának nem is az volt a célja. Nem tudom, hogyan áll Lákoshoz, mi a véleménye róla, de azért... Majkát is láttuk már szíjjártóval együtt. Igen, ezért nem kell ebbe belevinni, mert az is teljesen rendben van. Ebben sincs semmi. Itt simán mehet ez az adok-kapok, stb. Én azt gondolom, hogy ebbe nem kellett volna belemenni, úgy egyébként, hogy én Majkát is nagyon kedvelem. Tehát az, Igen. az Magyarország egyik legjobb műsorvezetőjéről van szó. Zenei is tök jók, azt mondjuk nem mondanám, hogy a legjobb, legjobb zenéket ő csinálja, de, de, de nagyon ott van a toppon például Debrecenben a kampuszon én volt szerencsém hozzá a Majkát hallgatni. Fő műsoridőben ment, az Ari akkor még csak 6 órától, és utána jött Majka 8-tól. Most már nyilván fordítva lesz a sorrend. És nagyon sokan voltak, nagyon sok fiatal csak direkt miatt ment el. Úgyhogy van közönsége, és sokan élvezik, és hallgatják a zenét, ez tény, ez biztos. De a kettőnek van a saját maga közönsége, és ez szerintem teljesen így van jól. Aztán nem tudom, kíváncsi lennék egyébként a hallgatók véleményére is, hogy Ákos mennyire érdemelte meg, vagy mennyire nem érdemelte meg. Mindenkinek a maga tisztje eldönteni, és nem feltétlen kell ebből mondjuk um, egy ilyen nyílt vitát csinálni, és, és közösségi oldalakon üzengetni egymásnak. Igen, az biztos, hogy mindenképp méltatlan egy kicsit a zenészektől, a zenészek irányába megnyilvánuló Hát, hogy is mondjam, csak azért ez nem kritika volt, hanem egy kis odaszúrás, mondhatjuk annak, mert a kritika az nem ez. A kritika Igen. az, amikor szakmailag megalapozottan mondunk véleményt valamiről. Igen, tehát ebben az volt, hogy ő ezt egy viccnek tartja, hogy ő kapta. Tehát, Igen. hogy semmi esélye nem lett volna szerint, hogyha mondjuk objektívan nézi, nézik a döntéshozó. Oké. Okay. És ha már zenevilág. Ha már zenevilág. Ugye a TV2 hamarosan indul a Megasztár. Hát nagyon-nagyon sok év után kerül újra a képernyőre. Hatalmas sikere volt, emlékszek, hogy még én is nagymamámmal néztem a műsort. És igazából összeállt a zsűri. Te Meg... már éltél akkor, amikor még a Megasztár fénykora volt? Hát éltem, éltem, <laughs> és követtem is, és nagyon szerettem. És most lerántották a, a leplet az öt zsűritagról. Érdekesség az, hogy kettő... Zsűri tag, a a győztese is volt, ugye? Rózsa Magdi, Karamel, lesznek um, új arcok, akik még. Sőt, Papszabi akkor már biztos, hogy ott volt a köztudatban, de úgy hallottam, hogy te nem tudod, hogy ő ki. <laughs> Super. Tehát Rózsa Magdiról és Molnár Ferenc Karamelről tudok, koncertjükön is voltam, szeretem is a zenéjüket, kedvelem. nagy koncertem még nem. Nagyon nagy hangjuk van, Papszoli koncertem még nem. Szabi, a papnév. Ja, jó, Zolit hallottam, pont mondani akartam. Nagyon hogy... remélem, hogy az Papszabi, az nem fog eljutni. Mondani akartam pont, hogy nekem a pap az úgy ismerős, hogy Pap László, de ő Debrecen polgármestere, mint tudjuk. Hát kiszti, nagyon, nagyon, nagyon távol vannak egymástól minden szempontból. Papszabi egyébként szerintem egy tök jó zenész. Uh -huh. majd, majd hallgass meg egy-két mm, számot. És igazából őt lehetett látni képernyőn is elég sokat, hiszen a Starban Star Stars című műsorban is... Um, Na most lebuktam, hogy nem néztem. Nem nézted, igen, nem. Tehát ő tag volt, és elég, elég sok műsorban megjelentő, úgyhogy a házi feladat, hogy az bepótol. És Marics Peti, is ott lesz, hál' Istennek, hát ő Szuper. egyébként egy nagyon-nagyon izgalmas karakter. Nekem vele mindig az az érzés, hogy ilyen arcoskodói, magas lovon ül, de, de az az érdekes, hogy vele kapcsolatban ez, ez nem ellenszenvet vált ki, vagy az, hogy úristen, nem tudlak nézni, nem tudlak hallgatni. Úristen, <laughs> ez most tök véletlen volt. Hanem, hanem az, hogy egy ilyen lazaságot látsz rajta. Nagyon vicces, poénos csávó, nagyon jó szakember, nagyon jó zenéik vannak. Úgyhogy egyébként szerintem vele ő pont az az ember, akivel nem lehet mellé fogni. Uh -huh. Akkor a nagy véleményem nincs róla. Ismerem a zenekart, a Valmárt, meg az Úristen ki ez a lány, cibudalt <laughs> is nyilván. Viszont Rúzsa Magdiról is, Molnár Ferenc Karamerről többet tudok bevallom itt becsülettel a hallgatók előtt. Őket még annak idején a Megasztárban is néztem. Most Ezekről, az újakról, erről az új generációról ezért nem is nagyon akarok véleményt mondani, mert nyilván van olyan zene, ami, amit hallgatok tőlük, amit ismerek tőlük, de szakmailag nyilván megalapozott egy ilyen döntés, hogy kit választanak zsűritagnak, bár nem is tudom, az X-faktornál azért néha elgondolkozik az ember, azzal nem értek egyet, amikor dobálják a mikrofont, hogy aki oda áll, az jogosult abba arra, hogy most valakinek azt mondja, hogy mit keresel itt zsűritaként, de nem feltétlenül biztos, hogy zsűriként ott a helye, de most ebben nem akarok belemenni, még amúgy is a Megasztáról beszélünk, bár azért két zenei műsorról van hát szó. Igen, van hasonlóság. Sotesz Marsalkó, Dávid a halott pénzből. Igen, a Halott Pénz, az már úgy ismerősebben cseng számomra is, mint Papszabi neve. Papszabit nem ismerem. Bevallom őszintén. De majd most, majd az most, az most az majd az most, ismerni. így van. Hadar, reméljük éneklés közben nem hadar, meg azért reálisan tudja akkor felmérni azt, hogy mert nyilván az énekhangok az más kategória. Érdekes kérdés, ez érdekes dolog. A Halott Pénz szeretem, most ennyit tudok mondani. Rúzsa Magdít is, karamelt is, Valmárt. már. Hát, Hmm, ismerem, ismerem. Igen. Tudom, hogy a fiatalok szeretik, népszerű. Ilyenkor mindig az merül fel, szerintem sok emberben, aki oda kerül, akár, akár közönségként ül le a tévé elé, vagy ott a felvétel során, vagy pedig szereplőként, az a kérdés merül fel benne, hogy mennyire hiteles az az adott zsűritag, mennyire lehet a szavára adni, mennyit tett le az asztalra. Ott voltak a nagy nevek az első megasztárokban, még mint Presser Gábor, Igen. Pici bácsi. És ott vannak például ezek a nagy nevek, a nagyok. Most nem menjünk abba bele, hogy ez számít, nem számít, hát nyilván azért számít szerintem. És jönnek ilyenkor a kritikák a versenyzők részéről, hogy te ki vagy, hogy mondhatod meg nekem, én ugyan el nem fogadom a véleményed. Most a fiatalokra gondolok, itt a fiatal zsűritagokra, de azért úgy gondolom, hogy szakmailag nyilván nem megalapozatlan az a döntés, hogy őket választották. Igen, meg egy nagyon ütősötöst <laughs> állítottak össze a szerkesztők. Rúzsamagdi, Karamel, őket azért inkább szerintem az idősebb generáció hallgatja jobban, és nagyon jó döntés volt az is, hogy ott van Marics Peti és Marsalkó Dávid is. Őket azért inkább a fiatalok hallgatják, a fiatalok vesznek részt több koncertjükön. Úgyhogy igazából ez egy nagyon jó biznisz is, mert a fiatalokat is meg fogják ezzel, és nézni fogják, már csak Marics Peti miatt is, és aki esetleg az ilyen old school abak, akarok senkit megbántani egyébként, amúgy Rúzsa Magdi meg Karamá, hát nagyon jó énekesek, kiváló énekesek de hogy inkább már a, a, inkább úgy mondom a 30-as korosztály jobban. 30 jobban. feletti mondjuk ilyen. így, ilyen diplomatikusan jó. Tehát akkor én arra gondoltam egyébként, hogy nyilván ez egy show műsor, tehát hozni kell a sót, csinálni kell a sót, úgyhogy kellenek azok, akik mókamesterek a Izgalmas maguk nevében. karakterek kellenek. Egyébként a zsűrin, a zsűri összetételén múlik szerintem szinte minden. Tehát ha a zsűri unalmas, akkor az egész műsor halott. Akkor dobálhatják a mikrofonversenyét. A versenyzők. Itt jelentkezők, meg tehetséges énekesek, de igazából ők a főszereplők. Tehát miattuk fogod nézni, valószínűleg, vagy ha esetleg valamelyik okonod elindult. Igen, vagy pedig ha valaki olyat alkot, hallottam olyan véleményt erről, te mit gondolsz, hogy tudjuk jól, hogy. Néha most már mutatják az előválogatókat is, nem csak azokat, akik bekerülnek a tévébe, úgymond, hanem az előválogatókon, az, akik, az Istennek, akik ott bohóckodnak, mert nagyobb nézettséget csinál. Ezek az emberek köztünk élnek. <laughs> sajnos vagy nem sajnos, ezt el kell fogadni, és egyébként egy picit ez félelmetes is, hogy ö, ilyen emberek mellett megyünk el az utcán egyébként, de, de komolyan véve a dolgot, én azt gondolom, hogy vannak ilyenek. Már olyanok, akik túlbecsülik a saját képességeiket? Igen, tehát valami já... van egy álmod, és azt nagyon kertgeted. Nagyon benne vagy. Nem mered elhinni, nem is akarod elhinni, hogy neked ez. Nincs tehetséged, nincs zenei hallásod, nincs ritmus érzéked. És nincs senki a karakter. környezetedben, aki ezt megmondja neked, és elhid neki. És nem vagy sztára, akar, tehát és, és valamivel ki akar törni, és lehet az éneklés az, amit ő gyerekkora óta azt mondta, hogy ő akkor is énekes lesz, ha nincs hangja. De ő ezt így nem, nem hiszem. Szerintem ő ezt nem úgy hallja, hogy mondjuk mások. Aha, tehát mondjuk sokkal ez jobbnak hallhatja magát, mint, mint mondjuk amilyennek te hallanád őt. Uh -huh. És ezek az emberek egyébként nem fogadják el a, a kritikát. It itt következik az, hogy biztos ellene van mindenki, és uh -huh. féltékeny, és nem akarják uh -huh. őt elismerni. Irigyek. És akkor ekkor uh -huh. szokott az jönni, hogy de annak a is sincs hangja, mégis ott ül, uh -huh. akkor miért? Hát igen, az irítség az ott Amikor van. Amikor teljesen vakon vannak. De igazából szerintem, ez az izgalmas ebben. Uh -huh. Tehát a válogatók nagyon-nagyon izgalmasak tudnak lenni, és nagyon viccesek. Hát azt mondod, hogy a hülyeség izgalmas valamilyen ponton túl. Kell, figyelj, itt vagyunk, itt vannak a szürke hétköznapok, mindenkinek megvan a saját problémája, mindenki fáradtan megy haza munkából. Nevetni tudunk azon, aki hülyét csinál magából, és akkor Igen, milyen, esetleg... mi azt gondoljuk, hogy milyen jó, hogy mi nem vagyunk ilyen hülyék. Úgymond. Igen, egy kicsit azt kell éreznünk, hogy, ú! másnak rosszabb, és ettől hát uh -huh. mi jól érezzük magunkat, de ebben nincs szerintem semmi, semmi gáz. Tehát ez, ez nem probléma. Hazamész fáradtan, lehet, hogy rossz kedvű, vagy lehet, hogy nem olyan napod volt. És bekapcsolod a tévét, elkezded nézni ezt a műsort igazából, és felvidít. Azon kapod magad, hogy röhörsz. Azon kapod magad, hogy nem gondolkodsz a problémáidon. Ezeket nagyon-nagyon jól tudják a szerkesztők és a műsorkészítők összeállítani. Nagyon jól tudják, hogy mire harap a nép. Igen, mert például kell. az észbontókon is jókat lehet röhögni, pedig hát ott aztán elhangzik mindenféle. És, és lehet, hogy tovább is juttatják a következő fordulóba, de nyilván tehát nem fognak élő műsorba jutni ezek a szemberek. Hm. szerintem nagyon jól megvan van itt egy... csinálva. Ezt látnunk kell, hogy hogyan zajlik, és hogy egy, egy ilyen válogató, és hogy a zsűri mennyi ilyen emberrel találkozik, ezt tök jó, hogy átadják ez nekik egy, is. Ez egy kicsit a fiú vagy a lánya szomszédból effektus, amikor olyan, mintha a szomszédunk ment volna el oda versenyezni, hát lehet, hogy elő is fordul és ilyen. Igen, és olyan és is van. igen, és azt akarom ebből kihozni, hogy ez a szomszéd, fiú lány effektus, azt az érzést is kelti az emberben, amellett, hogy jót nevethet, megkacaghat. Hogyha neki sikerül, hogyha sikerélménye van, akkor akár én is bevállalhatom azt, amiben talán úgy gondolom, hogy tehetséges vagyok, vagy amit szeretnék elérni, akkor már nem kell azon az úton elindulni, és kijárni magamnak azt az utat, azt az ösvényt, kitaposni, mert a végén lehet, hogy sikerem lesz. És szeretjük azokat, azokat is, akik nem extrém idióták, idézőjelben, mert ugye nyilván nem senki tevésbé. nem az, szeretjük azokat. Lehet, hogy nincs annyira csúcs hangja sem, de valamilyen a személyiségében mégis van valami, ami szerethetővé teszi, hogy megmeri mutatni magát, hogy megméretteti magát, hogy megszólal, énekel ott több ezer, több millió, több százezer ember előtt. És igen, ez, ez így tényleg vonzó is lehet, és keressük ezeket az alkalmakat, amikor ilyeneket láthatunk. Az a lényeg, hogy... Rakatjon a bélyeg, nem? Ezt meg kivágjuk. <síns> <síns> Fú, de <régi> <síns> Ez nagyon tudom. De hát tudod, mondják, hogy újszülöttnek minden vicc új. Hát így van. Így van, nem? Nagyon reméljük, hogy jól szórakoztatok. Holnap reggel találkozunk, legyen csodás napotok. Én Gubányi Patrik voltam, és Dubocki Kisztina. Sziasztok. Hát a Sziasztok.